Jó estét kívánok Medicina magazinunk nézőinek! Ma este Krapics Judittal, a Markusovszki Kórház Központi Laboratóriumának főorvosával ismerkedhetnek meg, illetve az ő életútjával. Jó estét kívánok! Köszönöm, hogy itt lehetek, bár helyettem nagyon sok más kollégám is ülhetne ezen a helyen. Mindenki ezt mondja, pedig mindenki nagyon érdekes dolgokat szokott mesélni, és kiderül, hogy az életút is nagyon-nagyon érdekes. És amikor a laboratóriumról beszéltünk, hogy hát ez lesz a mai témánk, akkor úgy elgondolkodtam, hogy ezt a pályát kiválasztja, mert azért, ha egy gyereket megkérdeznek, hogy mi szeretne lenni, általában olyan dolgokat mond, ami szembetűnő, orvos, katona, tényleg tűzoltó, amit lát akár egy mesében vagy a hétköznapokban. De hát a laboratóriumi munka az inkább egy ilyen háttér dolog. Hogy jött akkor mégis ez az ön életébe? Gondolom, nem ezt szeretett volna először lenni. Igen. Való igaz. Szóval, hogyha életem során bármikor megkérdezik, hogy, vagy felvetik ezt a triászt, hogy Markusovszki kórház, orvosi hivatás és laboratórium, akkor én erre azért fogadást nem tettem volna a saját sorsom vonatkozásában, és hát valóban legkevésbé a háromból a laboratórium volt valószínű. A Markusovszki kórháznak mondhatnám úgy, hogy már születésem pillanatában eljegyeztem magamat, mert hogy itt láttam meg a napvilágot, és már akkor is ügyeltem arra, hogy annak kórházunknak az oktatási profiljának eleget tegyek. Édesanyám elmondása szerint a születésemet medikusok hada kísérte. Úgyhogy már a hírek szerint kimcső akkor még nem volt a kezemben. No, félretéve a viccet, az, hogy a megyéhez közön van, ez nem vitás, mert már a nevem is elárulja. Édesapám családja Szentpéterfáról származik, édesanyám is itt cseperedett. De az, hogy az életemben a Markusovszki kórház máskor is szóba fog kerülni, az nem volt valószínű, hiszen egyrészt az orvosi hivatás iránt a családomban nem volt indítatás, a szüleim pedagógusok. Másrészt pedig röviddel születésem után édesapám a Budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem általános fizika tanszékén kapott állást, és ugye szüleim Budapestre költöztek. Abban a kis időben, ami még megadatott nekem, és a megyében tölthettem, az pedig anyai nagyszüleimnél egy erdészházban töltöttem, a Szentpéterfai erdők között, hát egy idilli környezetben, és ez egész életemre meghatározónak bizonyult. Úgyhogy nem csoda, hogyha elsőként erdésznek készültem. És mikor a gimnáziumban pályát kellett választani, vagy irányultságot, akkor azzal a szándékkal jelentkeztem a Budapesti Szilágyi Erzsébet Gimnázium biológia tagozatára, hogy majdan nagyapám nyomdokaiba lépve erdész legyek. Hogy ebből aztán hogy lett Markusovszki kórház és laboratórium, az úgy következett be, hogy a gimnáziumunkban minden osztálynak valaki példaképet kellett választani, és ez az esetünkben Albert Schweitzer volt. Nos, nem kell magyaráznom, hogy a végtelen humánumú Nobel békedíjas teológus, filozófus, orgonaművész, tehát az abszolút sokrétű orvosnak és az emberek iránt elkötelezett orvosnak a példája az nagyon erős hatást gyakorolt rám. És volt még egy személyes momentum, ami szintén Szombathely az idős belgyógyász főorvoshoz köt, aki így fogadott unokájaként, hát egy kicsit a példájával terelgetett ebbe az irányba. De még ekkor sem a laboratórium volt, hát gondolom, hanem orvos. A laboratórium semmiképpen nem. És akkor milyen orvos szeretett volna lenni? Igen. Mi volt eredendően, az elképzelés? Ugye egy nő életében mindig fontos, hogy gondoljon arra, hogy majdan azért az anyai hivatásnak is maradjon tere. Ezért úgy feltételeztem, hogy valamiféle kisebb szakmát választok. Gondoltam itt a bőrgyógyászatra, a reumatológiára, ezeknek van erőteljes immunológiai háttere, ami kellő kihívást jelent. Ugyanakkor a betegek szempontjából egy nagyon jelentős lelki odafordulást is igényel, hiszen többnyire krónikus betegekről van szó, akiknek a éveken keresztüli
vezetése, betegségükben való támogatás egy fontos szempont. Tehát mindenképpen úgy szerettem volna, hogy valamiféle kis körülírható, ami olyan női nyugodt, szakma, igen. És nyugodt szakma. És mikor körvonalazódott ki, vagy tisztult le a kép, hogy laboratórium? Hát a laboratórium az tulajdonképpen a férjem révén jutott ki nekem, hát elnézést, ilyen csúnya szót használok. A férjem ugyanis, tehát az egyetemen ismerkedtünk meg, és még Budapesten. Még Budapesten, igen, a Semmelweis Egyetemen, és hát házasságkötésünk után, miután ő manuális szakmában szeretett volna dolgozni, és nagyon erős kötődése volt a kórház iránt, hiszen már a nagyszülei is pályakezdő korukban, a 20-as, 28-as években, tehát a kórházunk megalapulásakor itt dolgoztak, így számára nem volt kérdéses, hogy a Markusovszky kórházban szeretne dolgozni. Akkor így sikerült vissza. Igen, hát jönni. Így jutottam vissza a startvonalhoz, igen, így kerültünk. És akkor mégiscsak volt valami előzmény, csak nem az ön igen, csak családjából. Nem az enném, hanem a férjem révén. Hát a laboratórium pedig azt hiszem, hogy ennyi év távlatából már elmondható, hogy azért ez egy finom kis pressziónak az eredménye volt. Úgy gondolták, hogyha egy orvos házaspár érkezik, akkor a férfi az nyugodtan valósítsa meg karrierjét a karrierjét, teljesedjen ki. A nő pedig teljesítse be a hiány szakmákban. Hiány szakmákban a bosszantó, de erről inkább ne is beszéljünk. Na és miben más ez a labormunka, mint a többi? Hiszen itt ugye nincs közvetlen kapcsolat betegekkel. Hát igen, ugye ez volt a legnagyobb trauma, ami ért ezzel a pályamódosulással, hogy mindvégig betegek közé készültem, és akkor ezek között, ezzel szemben a kémcsövek között találtam magamat. Ugye az a nagy labor, amiben mi dolgozunk, ez végképp más, mint az addig látott, általam látott osztályos kislaborok, mert itt teljes távolságban vagyunk a betegtől. És hát, hogy mégis itt tudtam maradni, annak az az egyszerű trükkje volt, hogy minden halom kémcső, minden leletsor mögé, ahogy kislánykoromban az olvasmányban, oda képzeltem azt a sorsot, ami emögött lakozhat, és ez volt az a motiváció, ami megtartott. Másrészt pedig azért mi laborosok mindig szeretjük hangoztatni, hogy nagy szükség van ránk, hiszen bizonyos statisztikák szerint, most lehet, hogy ezt a laborosok készítették, de lényeg az, hogy az orvosi döntéseknek a nagy része, és akár ha 70-80%-a valamiféle laboratóriumi eredményen alapul, tehát ez a fajta felelősség, belátás, hogy azért ezt a munkát is el kell valakinek végezni, mégiscsak itt tartott. Nagyon igen. Szép munka, bár ugye igen. A fantázia valóban kell hozzá, hogy ne legyen, gondolom, annyira száraz vagy monoton, de valóban nagyon sok minden múlik az önök munkájukon. És hogy kell elképzelni a hétköznapokat? Hogy zajlik a munka önöknél? Hát a hétköznapok azok attól függ, hogy életünknek melyik szakaszában vagyunk, hogy éppen a laborunk valamiféle nagyobb munkába fog, és egyik sínről a másikra áll át, vagy pedig szépen zakatolunk a hétköznapokban, akkor a munkánknak a jelentős része az a rutinból áll, aminek hát a következő komponensei vannak. Az egyik maga a validálás, ami a leleteknek a végső kieresztés előtti áttekintését jelenti. Figyelembe véve, hogy a laboratóriumunkban úgy havonta 30 ezer beteg, közel 400 ezer vizsgálatát végezzük, ez azért egy jelentős idő felemésztő. Igen, itt látszik, munka hogy közben, itt ugye talán a nézők igen, csalódhatnak, hát mert ugye az ön munkáját vesszük alapul, konkrétan akkor itt nem a kémcsövek vannak, hanem... Hanem az orvos, tehát mondom, az a végső szintetizáló tevékenység, amikor már ellenőrizzük a labor által elkészült leleteket. Itt pedig az a mozzanat örökítődött meg, amikor szerencsére létező fiatal kolléganőink jönnek be konzultációra. Ez nagyon fontos számomra a napnak ez a része, mert ahogy nekem is rengeteg segítségem támadt abból, mikor így teljesen elveszve megérkeztem a laboratóriumba, és Soronc főorvosnő több évtizedes tapasztalatát megosztotta velem, ugyanezt tartom fontosnak, hogy a tőlük örököltek, meg a magamtól összegyülemletteket, azokat megosszam a többiekkel. Itt már egy kicsit izgalmasabb rész van, nem csak az adatok vannak, hanem maga a mikroszkóp, ami ugye a laboratóri munka szimbóluma, és hát egy külön világba enged betekintést, és hát itt abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy olyan
egyedi a Markusovszki kórháznak a műszerezettsége, hogy nem csak a mikroszkópban tudjuk a sejteket feltételezés szerint tipizálni, hanem ha valami kételjünk támad, akkor ezeket egészen pontosan be tudjuk azonosítani egy flowcitométerrel, és ez a oda-vissza... Majd kifejtjük, hogy ez mi. Igen, ez egy egészen speciális vizsgálat, ez egy egészen speciális vizsgálat, amiről Zömmel Plander doktor mesélt, mint hematológus, de számomra is jelentős visszaigazolást jelent, hogyha van egy ismeretlen sejt, és egészen pontosan meghatározom ezzel a flowcitométer nevét, most nem részletezendő műszerrel, akkor ez nekem visszaigazolás, és sokkal nagyobb önellenőrzés, igen, és egy sokkal nagyobb tapasztalat ahhoz, hogy ha látok a következő alkalommal egy hasonló sejtet, akkor már meg tudja mondani, hogy merre kell elindulni a gondolkodásban. Azt láttuk, hogy sok az adminisztráció, az biztos, meg hogy kell egymással kommunikálni. Milyen a hangulat itt a központi laboratóriumban, mert tudomásom szerint rengeteg nő dolgozik egy helyen. Igen. Hát főnökeink, különböző főnökeink, Kovács Gábor professzor úr, aki hát az egész pályámat elindította, itt a jelenlegi főnököm Kovács Hadaris Ferenc főorvos úr, hát mindannyian megszenvedtek ezzel a nőuralommal, mert ugye a karrierista férfiaknak köszönhető, hogy ennyi nő van a laborban, igen, nem? Igen. Őket kell szívni. Igen. Van egy aranyos szír kollégánk, ő a férfi nemetán ketten vagy hárman képviselik asszisztensi vonalon, és őt szoktam szekálni, hogy hát neked ezzel milyen szép kis háremed van. Azt mondja, nekem nem, kis szíve, nekem 13-em van. Úgyhogy tényleg nagyon sokan ő. Főorvos úr remekül kezeli ezeket a konfliktusokat. Egy kis papírzsebkendő, egy kis aromagyertya, és akkor minden zokogó kolléganő előbb-utóbb vigaszra tér vissza a munkához. Igen. Na, ezen kívül még miben speciális az önök területe? Mind az állomány tekintetében, mind a felszereltség tekintetében. Itt az előbb egy kicsit érintettük, hogy milyen gépek igen, vannak. Igen. Tehát itt abból kell kiindulni, vagy vissza kell utalnom ahhoz, hogy nekünk óriási szerencsénk volt a tekintetben, hogy jól lehet, itt vagyunk az ország szélén, egy viszonylag kicsi, tehát nem egyetemi klinikai, hanem közkórházban, de a laboratóriumunk, én úgy gondolom, hogy ennél sokkal magasabb színvonalat képvisel. Hát ebben elévülhetetlen érdeme van Kovács Gábor professzor úrnak, aki 1987-ben, tehát velem egy időben került a laboratóriumba, a sorrend nem így volt, ő került oda és utána mi munkatársnak, és ő az akkor talált kaotikus állapotokból megalapította, létrehozta az ország első számú laboratóriumát. Tehát amikor a munkámat kezdtem, akkor ilyen gázrezsókon, alumínium lábosokban főzték a kémcsöveket, a kémiai reakciók ott zajlottak a szemünk előtt, és egy ilyen csattogó savmaratot masinával próbáltunk ezekből a színreakciókból számadatokat hozni. Tehát ez volt az infrastruktúra. Mikroszkóban számolgattuk a vörösvérsejteket, centrifugáltuk a kis gyurmával befedett kapillárisokban, centrifugáltuk a vérképeket. Tehát innen indulva eljutni oda, hogy az ország legfejlettebb laboratóriuma legyünk, ez a Kovács professzor úr műve volt. Ugye figyelembe kellett venni ebben a munkában a Szombathelyi Kórháznak azt a speciális helyzetét, hogy nagyon sok különleges osztálya van, tehát a hematológia, onkológia, infektológia, intenzív osztályunk, amelynek nagyon nagy a laboratóriumi igénye, már a vizsgálatok minőségét tekintve. Ezt akartam is kérdezni, igen, hogy milyen területről érkeznek minták önökhöz, földrajzilag is, tehát igen, hogy megye, régió vagy országos igen szinten érkeznek, illetve hát, hogy ezen belül, a kórházon belül mik azok az osztályok, betegségek, amik támaszkodnak az önök segítségére? Igen. Nos, a kórházunk egy rendkívül centralizált labor, ennek a gyökereit is, vagy az alapjait is a Kovács Gábor professzor úr rakta le, ugyanis hát a kórház, a város összes szakrendelése és háziorvosi körzete, illetve gyakorlatilag a megye egész területéről kapunk anyagokat. Ennek feltétele volt, hogy a már előbb említett ősi módszereket automatákkal cseréljük,
és ezek az automaták képesek legyenek nagyon rövid idő alatt nagyon nagy mennyiségű minta feldolgozására, rendkívül precíz, kontrollálható feldolgozására. Mennyire pontosak ezek a gépek, meg mennyire volt pontos akkor régen az eredmény, amikor még csak így rezson lehetett melegíteni? Hát az a helyzet, hogy ezeket nem lehet összehasonlítani. Amikor egyszer feladatul kaptam a saját alvadási területemen, hogy a régi módszert meg a vadonatúj amerikai automatát hasonlítsam össze, hát mondtuk is professzor úrral, hogy ez a képtelenség, mert nem gondolnánk, hogy referenciának kéne tekinteni azt, amit addig úgymond kutymákoltunk a laboratóriumban. Tehát ezek a műszerek rendkívül precízek, nagyon szigorú minőségi előírásoknak kell eleget tegyünk, és... És akkor ennek köszönhetően nagy területről érkeznek? Tehát, nagy, tehát mondom, a megye egész területéről. Tehát a megye egész területéről. És mik azok a betegségek, amiknél az önök segítségét igyekeznek? Ugye a laboratóriumunknak a részlegei azok idomulnak a kórházunk igényeihez. Tehát az rendkívül nagy és országos hírja a Salamon professzor asszony által felügyelt endokrinológiai és tumormarkereket, tehát a daganatoknak a követését célzó részlegünk. Akkor a létezik klinikai kémia, amiben beletartoznak ezek az általános vizsgálatok, mint vércukortól kezdve a máj, vese állapotát felmérő vizsgálatokig. Tehát van hematológiai részlegünk, ami a hematológiát, illetve az onkológiát szolgálja ki. A klinikai kémiánk biztos hátteret jelent a művesekezelt betegeink számára. Hát kit nem, a immunológiai részlegünk, az autoimmunkórképek, reumatológia, tehát rengeteg. És az előbb itt egy fél szóval említette, hogy azért önnek van ezen belül egy szakterülete. Igen, van egy... Mi érdekli nagyon? Hát én a hemosztázis vizsgálatokat felügyelem, csúnya szóval, szebben a véralvadási vizsgálatokat. Ugye azt tudnunk kell, hogy egészen a 90-es évek elejéig minőségi alvadási vizsgálat csak a vérellátóban készült. És ezen is kívánt változtatni Kovács Gábor professzor úr, amikor az automatizáció fejlődésével lehetővé vált, hogy új műszerek érkezzenek erre a területre is, akkor hát engem visszarendelt a GES-ről, és megbízott azzal a feladattal, hogy ennek a részlegnek a összetákolásában vegyek részt. Hát ez volt a kettes számú csapás, ami pályámon ért, mert egyetemi tanulmányaim alatt, ha valamit elblicceltem, az a véralvadás biokémiai és kórélettana volt. Na ehhez képest, ez lett a fő ehhez terület. Képest, tehát kifizetetlen számla az életben nem marad. Olyannyira, hogy egy trombózis klub is igen, van, amiben aktívan. A trombózis klub az tulajdonképpen egy nagyon szerencsés rásegítés volt az én laboros munkámra, tehát itt két külön dologról van szó. A laboratóriumban van egy hematológiai részleg, amely annak idején Kovács Gábor professzor úr, most pedig hát Hadarics főorvos úr, mint főnök felügyel. Én a szakmai szubspecialitás jelentem. És létezett a trombózis klub, ami egy laboratórium fölött álló szervezet, és István professzor úr azzal a céllal hozta létre, hogy a 90-es években katasztrofálisnak mutatkozó trombózisos statisztikán, magyar statisztikán valamit javítsunk, méghozzá úgy, hogy az összes szakmában, vagy a betegségben érintett szakmát egybevegyítve, tehát belgyógyászokat, sebészeket, radiológusokat, laborosokat összehívva, kezdetben egy ilyen kis klubszerű beszélgetés formájában elindultsa egy közös gondolkodásnak az útján. Na most ebből a délutáni beszélgetésből egy közel 20 éves történet nőtte ki magát. Először is, és egy országos hírű történet nőtte ki magát, mert az itt indult munka eredményeképpen jött létre az az országos konszenzus nyilatkozat, amiben fehéren-feketén leírják, hogy melyik szakmának mit kell tennie, melyik betegnek milyen szituációban mennyi alvadásgátot kell adni, hogyan kell a műtétek előtt felfüggeszteni ennek a hatását. Tehát innen indult egy folyamat, és ez a trombózis klub visszahatott az én alvadásos munkámra, mert hogy
a trombózisoknak a diagnosztikai részével összefüggő kérdéseket én kaptam meg, és hát rengeteg lehetőségünk nyílt a korunkat meghaladóan, a korunkat megelőzően cselekedni. Maga már ilyen volt, mondom, a konszenzus nyilatkozat. Utána, amikor Magyarországon még sehol nem tudták a trombózis diagnosztikában alapvető D-dimert mérni, akkor mi már több tesztet párhuzamosan összehasonlítva a klinikusokkal egyeztetve teszteltünk, és az így szerzett tapasztalatainkat aztán az ország elé tárva. Tulajdonképpen nem úgy hangzik, nem úgy hangzik, ahogy hallgatom a tevékenységét, hogy egy könnyű, és most ezzel nem akarom jellemezni akár a bőrgyógyászokat, de amit szeretett volna, hogy egy ilyen kis nyugodt, tehát hogy az anyai szerepbe beleférjen a munkakör, úgy tűnik, hogy nagyon-nagyon elfoglalt. Mindemellett még marad-e ideje arra, hogy következő célokat még kitűzön magának, vagy van-e olyan pont, amit még szeretne elérni a területén? Hát ha már eddig nyilvánvalóvá vált, az életemet nem én irányítom, a célok pedig megkeresnek. Tehát most is éppen van egy feladatunk, ugyanis az alvadás gátlás területén, a trombózisok megelőzése területén megint egy forradalmi korszakot élünk. Új típusú szerek jelentek meg a gyógyszertári palettán a betegeknél, amikről azt hirdetik, hogy monitorozást, ellenőrzést nem igényelnek, de azért kiderül, hogy léteznek olyan állapotok, amikor mégiscsak jó volna tudni, mondjuk egy sebésznek, mielőtt belevág egy ilyen szert szedő beteg műtétjébe, hogy vajon kellő védelem rendelkezésre áll-e az alvadásgátláshoz. Nos, ilyen esetekben a kórházunk vezetősége szeretné, hogyha tennénk lépéseket ezeknek az új teszteknek a beállítására, megvizsgálására. És mondom, megint ott vagyunk, ahol 20 évvel ezelőtt a István professzorral, a D-dimernél, hogy gyakorlatilag külföldi importból szerezzük be ezeket a reagenseket, amik a vizsgálathoz szükségesek, mert még nincsenek magyarországi forgalomban, de egyedül a Debreceni klinikán mérik őket, de szeretnénk ebben azt a hagyományt tartani. Ami, hogy előjárók, amit az újdonságokban. Igen, elénk testál, meg amit hát a kórházunk névadója Markusovszky Lajos is tett. És van még egy fontos feladatunk, mert sajnos az időnk elrepült gyorsan, ugye mondtam én, pedig még nagyon sok mindenről lehetne beszélni. Meg kell osztanunk egy hírt, ugye, nézőkkel, ami meg nagyon aktuális, hogy az STK-ból a vérvétel helyszíne nem a vérellátóba kerül, hanem a központi laboratórium épületébe, tehát a fehér épületnek a földszintjére. És tehát jelenleg még minden híresztéssel ellentétben az STK-ban történik a vérvétel, mert tart a festés az új telephelyen, és akkor a laboratórium vérvételi egysége, tehát a kórházba, a fehér épület földszintjére fog költözni, nem pedig a vérellátó épületébe, hogy esetleg nagyjából ez korábban mikor? Azt még nem lehet tudni. Attól függ, hogy szárad a festék rajtunk, nem múlik egy-két hét. Talán. Figyeljék a híradásokat. Skrapics Juditnak nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és további sok sikert kívánok a munkájában. Köszönöm szépen, kérem. És természetesen kis összeállításunk sem marad el a mai nap, de ezúttal szintén friss híreket osztunk meg önökkel, hogy mi történt a Markusovszky kórházban az elmúlt hónapban. Például emlékünnepséget tartottak, új műszerek érkeztek a szülészetre, és elköltöztek a szakrendelők, valamint sajtónyilvános Bohóc doktori vizitet is tartottak. Lássuk! Az Édesanyákért Alapítvány jóvoltából új műszerekkel bővült a szülészeti osztályeszközparkja. CTG készüléket és betegőrző monitort adtak át mintegy 3 millió forint értékben. Kneffel Pál a kuratórium elnöke elmondta, civil adományokból már nem először segítenek műszerek beszerzésével a kórháznak. Az új gépek az anya és a magzat biztonságát szolgálják.
kardiotokográf az egy olyan műszer, ami a magzatnak az életjelenségeit, az anyának a még összeódásait vizsgálja. Így gyakorlatilag a szülés körüli periódusban van nagy jelentősége. A monitor az pedig hát az anyáknak a szívműködését szintén itt a szülés körüli időszakban, amely hát mindenképpen azt eredményezi, hogy szorosabb megfigyelés alá tudjuk ezeket magzatokat, anyákat helyezni. Eddig is voltak ilyen készülékeink, ez egy modern új készülék mind a két szempontból. Nagy lelkesedéssel fogadják dr. Bohócot a gyermekosztályon lábadozó kisbetegek. A pirosorú gyógyítót a sajtómunkatársa is elkísérhették körútjára a beteg ágyaknál. A látogatási tilalom feloldását követően április elején indult a Bohóc doktori szolgálat. Vas Szilárd, a Vörös Sándor Színház színésze apró kellékekkel, dallal, mondókákkal, vicces elszólásokkal deríti jobb kedvre a kis pácienseket. A Szombathelyi Evangélikus Egyházközség szeretett szolgálatáért alapítvány állt a kezdeményezés élére. Markusovszky Lajos emlékünnepséget tartottak az intézmény névadója halálának 123. évfordulója alkalmából. A Magyar Közegészségügy megszervezőjeként, az Orvosi Hetilap alapítójaként és Görgei Artúr tábornok kezelőorvosaként ismert nagyhírű honvédorvos egész életét az egészségügy és az orvosképzés fejlesztésének szentelte. Koszorút helyeztek el Markusovszky szobránál, majd emléküléssel folytatódott az ünnepség. Markusovszky Lajosról megemlékezünk, mindig más-más orvos tartja az előadásokat, mindig más-más szempontok vannak kiemelve. Idén Hadarics Ferenc főorvos úr egész történelmi kontextusba helyezte Markusovszky Lajosnak az életét. Egy nagyon érdekes előadást hallottunk, illetve a Markusovszky emlékülés alkalmával egy olyan hazai, illetve nemzetközi területen is nagyon elismert személynek a kitüntetése történik, akiknek hát a kórházzal jó kapcsolata van. Idén Misett Attila professzor úr a Pécsi Tudományi Egyetem orvostudományi karának a dékánja kapta ezt a kitüntetést. Ő is tartott egy emlékelődást, ugye a klinikai kémia, illetve laboratóriumi medicinában dolgozik. Kihirdették a Markusovszky pályázat eredményeit. A kiírásra a Kórház Tudományos Bizottsága minden évben főorvosi és másodorvosi kategóriában vár tudományos munkákat. A Markusovszky emlékülés alkalmával kerülnek kihirdetésre a Markusovszky pályázatoknak a díjazottjai. Idejében első díjat a De Jonge főorvos úrnak, illetve a Tóldi Erzsébet és munkatársainak a díja volt a főorvosi kategóriában, illetve a Vadvári Árpád doktor úrnak, illetve a munkatársainak a másodorvosi kategóriában. Hagyományosan főorvosi és adjunktusi kinevezéseket is átadnak ilyenkor. A Kórház Tudományos Bizottsága minden évben megvizsgálja, kik azok, akik megfeleltek a feltételeknek. Idén 4 főorvost és 3 adjunktust neveztek ki. Befejeződött a szakrendelések átköltöztetése a régi STK-ból a vérellátóba és a kórházba. A kórház főbejáratától balra a régi belgyógyászati épület földszintjére került néhány nagy forgalmat bonyolító szakrendelő. A Gyöngyöspatak felüli oldalon működik ezentúl a bőrgyógyászat, a reumatológia és az ideggyógyászat. A másik oldalra a belgyógyászati jellegű szakrendelések, immunológia, endokrinológia, angiológia, diabetológia került beköltözése, illetve ott lesz kialakítva a kardiológia és a pulmonológia rehabilitáció, ami tulajdonképpen a betegségeken átesett, akut krónikus betegségeken átesett betegeknek a mindennapi életbe való visszaállását segíti itt különböző kondicionáló gépek, illetve különböző műszerek vannak, amik ezt lehetővé teszik. Mindegyik ilyen szakrendelés lényegesen jobb körülmények közé került, és hát tulajdonképpen ez egy része volt annak, hogy a kórház szakrendelésen elhagyják a régi STK-t, ami hát műszakilag olyan állapotban volt, ami hát már rövid távon se tette lehetővé a biztonságos betegellátást, nem beszélve a hosszabb távokról. A költözést felújítási munkák előzték meg csaknem 100 millió forint értékben. Kicserélték a gépészeti és elektromos hálózatot, a burkolatok egy részét és a beltéri ajtókat, álmennyezetet építettek, festettek. A szakrendelők a megszokott rendben fogadják a betegeket, és a telefonos elérhetőségük sem változott.
A mai műsorban tehát Skrapics Judittal, a központi laboratórium főorvosával beszélgettem, de tartsanak velünk a következő hónapban is. Viszontlátásra! A műsorvezetőket a Jeans Store öltözteti.